Erdélyi Balást köszöntöm, abból az alkalomból beszélünk, hogy kihirdették a válogatott keretét, azt a csapatot, amelyik elutazik Tokióba az olimpiára. Benne vagy a csapatban, és ez tulajdonképpen nem meglepetés, de ezért érdekel, hogy te személy szerint hogy élted meg, féltél-e, tartottál-e a csapathirdetéstől, mennyire érezted biztosnak a helyedet? Én azt gondolom, hogy nyilván teljesen biztos akkor vagyok, mikor kimondják az embernek a nevét. Persze volt bennem azért feszültség előtte, mert nyilván addig soha nem lehet tudni, amíg el nem hangzik a végleges keret, vagy hát amíg el nem utazunk igazából, de alapvetően nagyon örülök neki, és tényleg nagy örömmel töltött el a sikerült ismét bekerülni. Hogy látod a csapatunk helyzetét? Nyilván a végső csiszolások még hátra vannak, Japánban is fogtok még taktikázni, ez biztos, de úgy azért nagyjából már az emberek ismeretében, akiket tegnap kiérdettek, a játék tudás, a játékos kapcsolatok ismeretében, hogy látod, milyen a csapat? Én azt gondolom, hogy bármilyen keret is lett volna tegnap kiérdetés ebből a válogatottból, én azt gondolom, hogy mindenképpen nagy és jó eredményekre lehetne számítani, és lehet is számítani a csapattól. Legalábbis ebben bízunk nyilván mindannyian. Én azt gondolom, hogy tényleg egy erős csapatunk van, tehát minden poszton nagyon játékosokkal rendelkezünk, és azt gondolom, hogy ez erőt adhat arra, hogy bizakodva nézzünk itt a dolgok elébe. Igazából a felkészülési időszakban eddig, a Benukupa előtt egy komoly edzőpartneretek volt, a horvát csapat, és meglepően simán kétszer idegenben megvertétek őket. Ebből valamilyen következtetés le lehet vonni? Nem gondolnám, hogy ez szükséges, vagy célszerű lenne. Én azt gondolom, hogy ezért az a horvát csapat, aki ide is fog jönni most a Benukupán, azért az is egy picit talán más lesz, meg az olimpián fogunk látni, az teljes mértékben más lesz, mint amit láttunk most kint horvát csapat. Biztos vagyok benne, hogy sokkal komolyabban is fogják venni, nem mintha ezt nem vették volna komolyan. De alapvetően azt gondolom, hogy azért felfogják ők még szívni magukat ennél sokkal jobban. Az olimpiától mit vársz a közektől? Nagyon furcsa helyzet van, bezártság, vírus, és az egész légkör valószínűleg más lesz, mint az olimpiákon szokott. Te hogy képzeled el? Igazság szerint még én sem tudom így konkrétan elképzelni, nyilván lehet hallani, nagyon szigorú szabályok lesznek, és azért a japánok híresek arra, hogy betartanak mindenféle szabályozást, tehát biztos, hogy lesznek olyan dolgok, amit elkerekedett szemmel fogunk meghallgatni, hogy miket szeretnének majd betartatni velünk, de én azt gondolom, ez nem adhat különösebb nehézséget, ugye minden csapatra ez fog, ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni, tehát ez nem lehet senkinek sem nehezítő körülmény, tehát ugyanazon kell mindenkinek átmenni, de az biztos, hogy nagyon minden le lesz szabályozva, érintkezéstől kezdve az, hogy mikor, hova lehet menni, kivel, tehát az biztos, hogy benne nagyon, nagyon szigorú lesz a felügyelet, úgymond. Hát, Balázs, jó munkát kívánok a hátralévő időszakra, jó utat, és sikeres az a térést. Köszönöm szépen.